megszeretetni a gyerekekkel. Ez is a célja annak, hogy a múlt hét kedden leszedett több mint 50 ezer darabnyi almát gyermekotthonban élő fiatalok kapják, hangzott el szerdán a megyeházán. Az eseményen 5 megyei intézmény vezetője vette át az adományt, amely mintegy 220 hátrányos helyzetű gyerek mindennapi ellátását biztosítja több hónapra. Az almaszedő napot azért szerveztük meg, mert szeretnénk azt, hogyha szabolcsi almának minél jobb híre menne szerte az országban, ezért sok olyan közéleti embert meghívtunk, akik nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem az ország más pontjain tevékenykednek, és az idejében már egy jótékonysági szerepet is adtunk ennek a rendezvénynek. Azt az alma mennyiséget, amit leszettünk, azt az alma mennyiséget a megyében lévő gyermekotthonok számára ajánlottuk fel, hogy az ott lévő gyerekeknek a mindennapi étkezéséhez hozzájáruljunk, az egészséges táplálkozáshoz. A nagykállói termelői értékesítő szervezet tulajdonosa Bölcskei György szerint ahhoz, hogy az említett gyümölcs a külföldi kereskedelem szerves részét képezze, gyökeres változásokra van szükség. Itt is, mint minden termelésben, rögtön a világpiacra szembesülünk. Itt egy korszerű, egy fajtaváltást és technológiaváltást kell csinálni, ami biztosítja, hogy olyan minőségű almát és olyan fajtákat tudjunk termelni, amiket nem csak a magyar piacon, hanem világpiacon is el tudunk adni. Ez viszont egy olyan mértékű beruházást kíván, amihez mindenképpen szükséges a megyétől kiindulva egy olyan rendszer kidolgozása, amikor ennek a biztonságos megtermelését látják a termelők, hiszen alapvetően ez kis növekre alapozott ez a rendszer. A magyar piac számára messze Szabolcs-Szatmár-Bereg megye biztosítja a legtöbb almát, a gyümölcs helyi fontosságára a megye címerében lévő almafa is utal. Erre a jelentőségre utalva Román István kormány megbízott Sesták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke, és Bölcskei György egy almafa csemetét ültetett el a megyeháza udvarán.